Facebookon egy tavalyi cikk nyomán tévesen kezdett el terjedni, hogy idén májusban mely napokon lesz a kecskeméti lomtalanítás. Ezzel szemben a valóság az, hogy még csak előkészítési fázisban jár az akció megszervezése. Idén is lefolytatjuk a korábbi években megszokott közterületi lomtalanítást. Ennek az időpontja egyeztetés alatt van a városvezetéssel. A lakosság hó végén, jövő hó elején fog részletes tájékoztatást kapni a lomtalanítás időpontjáról, illetve rendjéről. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a kecskeméteni szolgáltató Dunatiszaközi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tervezi a lomtalanítás rendszerének az átalakítását. Április végétől városunkban is megkezdődik a hívásra házhoz menő elszállítás. Ez annyit jelent, hogy egyéni bejelentkezés alapján házhoz menő rendszerben folytatódna a lomtalanítás, illetve a hulladék elszállítása. Ennek a rendszernek a bevezetése is egyeztetés alatt van a városvezetéssel. Vagyis idén a közterületi lomtalanítással párhuzamosan elindulna az új rendszer is. A lakosság és a szerződött partnerek évente egyszer kérhetik majd, hogy telefonos egyeztetést követően szállítsák el a fölöslegessé vált holmiaikat. Erre azoknak az ügyfeleknek lesz lehetőségük, akiknek érvényes hulladékelszállítási szerződése van a szolgáltatóval, és nincs díjhátralékuk. A házhoz menő rendszert egyébként a közterületi lomtalanításkor évről évre felmerülő problémák, főként a guberálókkal kapcsolatos lakossági panaszok miatt vezeti be a Kft.